Közel 60 esztendő telt el azóta, hogy ebben az iskolaépületben érdemben korszerűsítés zajlott, hangzott el az átadón, melyen Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, az oktatási rendszer átalakítása megtörtént, és a számok alapján mindez pozitív visszajelzéseket eredményezett. Átlagosan 12%-kal növekedett a szakképzésbe jelentkezők aránya. Ennél nagyobb a technikumba jelentkezők aránya, az egyértelműen jelentős. Elindítottuk az okleveles technikust, ami az egyetemekkel való kapcsolatnak egy ilyen kreditpontos rendszerrel még kiegészül a képzés ott. Ott nagyon sok gyerek és nagyon sok iskola egyetem akar bekapcsolódni, tehát ez azt gondolom mind visszajelzés. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól Nemegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Bonyhád és környéke a megye legdinamikusabban fejlődő területe. Ehhez az kell, hogy a szakképzést is oda tudjuk vinni, illetve fejleszteni, ezért minden gyerekre, gyermekre, pedagógusra számítunk, aznak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést a következő években is ki tudjuk szolgálni. Az elsősorban energetikai korszerűsítésen átesett épület a fejlesztés egyik lépcsője volt, mondta Dömötör Csaba, az épületet működtető Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. A jövőben az oktatástechnika korszerűbbé tételére kell majd koncentrálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan újítsuk az épületeinket, ahol az oktatás, a képzés folyik, hiszen a 21. század már elképzelhetetlen, a 21. századi oktatás elképzelhetetlen, anélkül, hogy ne korszerű körülmények között egy jól felújított épületben folyik. Nagyon sok beruházást viszünk egymás mellett párhuzamosan. Most a legnagyobb ez volt, de a többi épület, többi iskolánk többi épületére is igyekszünk mindig odafigyelni. A felújítás költsége megközelítette a 300 millió forintot. Filoni Ferenci Bolya, az épület tulajdonos, Bonyhád város polgármestere úgy értékelte, ez a projekt a legjobb példa arra, hogy mindegy, ki a tulajdonos és ki az üzemben tartó, a közös cél érdekében sikeres összefogás zajlott, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy korszerű iskolaépület.